Utolsó bajnoki forduló következik, mennyire motiválja a csapatot a búcsúzni csak szépen szabad motto? Csak ez motiválhatja szerintem most a csapatot, mert tényleg, ahogy mondtad, nagyon csúnyán szerepeltünk az elmúlt fordulókba, és csak győzelemmel szabadna zárnunk ezt az évet, hogy egy kicsit javítsunk a dolgokon. Én úgy gondolom, hogy most visszanézni nem érdemes, mert nem is szabad, mert akkor hétvégén megint rosszul fog elsülni. Mindig előre kell nézni a sikertelenségbe, és akkor mindig az aktuális mérkőzést megnyerni. Most csak azon gondolkozunk, hogy a Honvédot megverjük, és tényleg szépen zárjuk a idézőjelbe, szépen zárjuk az évet. Most igazán csak ez az egy mérkőzés foglalkoztat mindenkit. Az biztos, hogy csak egységesen lehet legyőzni, mert a Honvéd ez egy jó csapat, én úgy gondolom. Igaz, télen meggyengültek, de ez nem látszott rajtuk tavasszal. És mindenkinek tényleg a 100%-ot kell nyújtania a hozzáállásba. Hát a játék az ennek hozza majd magát, hogyha olyan paszban a csapat, akkor úgyis jó fog menni a játék, de mondom, a hozzáállás a legfontosabb, hogy az meglegyen.